sziasztok. Ezer éve nem volt lézer, és nem is nagyon terveztem, hogy most lézerrel fogok foglalkozni, pedig ez valahol a szívem csücske. Tehát én, én, ha valaki felajánl egy lézert, akkor én arra ugrok, hát nyilván, hogyha van használati értéke. Sziasztok! Pár pontosítást kell tennem, mert amikor a videó elkészült, akkor még egy-két információt nem osztottak meg velem a partnerek. Az első ilyen, hogy a Longernek a honlapján a gép 600 dollárba kerül. Ahova a link visz, ott már 700, de hogyha beregisztrálsz és beadod azt a kuponkódot, ami a leírásban van, akkor 375. Nagyon durva. Így már aztán tényleg más a fekvése. Ugye majd itt a videóban elhangzik, hogy ez az 500-600 dollár, ez azért... viszont a 375 ezért, figyelj, nagyon bagó. Na, vissza is adom a szót magamnak, úgyhogy Master Blaster addig is megbeszéltük a Longerrel, hogy küldenek egy B36-ot, vagy B3-at, nem is tudom. A lényeg az, hogy ez egy új széria, korszerű, meg minden, és 36 watt, mert hát az nyilván egy előrelépés lenne itt a 20 wattosok után. Ezzel szemben kaptam egy ilyen faceliftes gépet, és mikor megjött, belehúztam a szikével, megnézem, úristen, ezek küldtek egy ray Úgyhogy ide is hoztam a régi ray erről két videó készült, valahol itt lesz a, a link róla. Tehát ugye ez 5 wattos. egy kicsit a szívemhez közel áll, mert ez volt az első kék lézerem, és utána jött egy, erre is egy facelift, kapott egy 10 wattos modult, de tudjuk azt, hogy azért itt voltak kisebb problémák, ami abban nyilvánult meg, hogy nem volt végállás kapcsoló. Ezt itt oda húzkodtad, ahova akartad, és akkor majd onnan történt valami. Ezzel szemben a vázon semmit nem változtattak. Tehát gyakorlatilag azért is mondtam azt, hogy É, nem akarok erről videót csinálni. Tehát jött ugyanaz a váz, ugyanaz az összeszerelés, minden ugyanaz volt, és amikor egy hónap után nekiálltam, hogy mondjuk most már azért rég a pofám, meg hát ugye voltak itt ilyen egészségügyi problémák, meg még vannak is, mondom, akkor nézzük meg, hogy mégis mi ez, és előkerült két darab végállás kapcsoló, hát mondom, ennek a felesetréfa. majd pedig amikor kivettem a lézermodult, ami bazi nagy, tehát ez, ez bűn, tehát most néznek, ez a 10 wattos, ez pedig itt a 22 vagy 23 wattos, tehát 24 igazából, mert 6 wattos diódák vannak benne. De hát mondom, ez, ez gyerekek, ez eladhatatlan, tehát na mindegy. Úgyhogy nekiálltam tesztelni. Nagyon régen nem csináltam materiáltesztet, tehát anyagtesztet. Elméletileg 10.000 mm per perces teljesítménye van amit ha átszámolsz, akkor 166 mm per szekundumra jön ki. Ezzel szemben a 300 is megy. Tehát ez a főső pötty, az a 300, úgyhogy elméletileg azt is tudja, nem tudom, meggyőző. Tehát itt ezek a lukak, ezek, ezek, ezek nem véletlenül vannak gravírozás során jöttek ki. Erős. Tehát azt kell mondjam, hogy erős és nem igazán értem az okát, mert hogyha az algó lézerhez hasonlítom, akkor az van, hogy az is erős. És valószínűleg itt egyébként a, az elresziszttel van valami kis összefüggésben, ugyanis ez a gép, ez nem eszi a levegőt, hanem zabálja. Tehát 6 mm-es csövön megyünk be, és süvít. Tehát olyan szélzaj van, és olyan szinten tolja magából a levegőt, hogy szerintem ezért van ez. Meglepetésemre két körből kivág egy ilyet. Még durvább, hogy két körből kivág egy ilyet, tízes égerből, tehát ugye ez az éger, ez egy ilyen bevált dolog. Tehát azt kell tudni, hogy ez 10 mm per szekundumos előtolással és 95%-os erősséggel ment. Aztán csináltam egy csomó ilyen áttörést, és készítettem egy puzzle is ez itt szét lehet szedni, meg egyebek. És ami miatt még nagyon jó, ugye készül a zéjeli szekrény, ez egy MDF sablon is készült vele, és kettő uszkve három körből kimegy 5 mm per szekundum 90-es erőssége. Gravírozni is tudunk, én nem szeretek gravírozni. Ettől függetlenül megpróbáltam csempére, hát ilyen lett. Tehát nem, nem egy olyan Hűden, valami igazából a képválasztás sem volt jó. Ettől függetlenül a titán dioxid az dolgozik, tehát ö, működőképes. Nem tervezem hosszúra nyújtani ezt a videót. Tudom ajánlani, de azért vannak korlátok. Ja, megcsináltam elefántot. Nézd, tök cuki. Ez három rétegből van kivágva, tök állat szerintem egyébként. Ilyen dekorációnak, meg ott van egy medve, ami szintén ilyen dekorcucc. A váz, semmit nem változott. Nulla. Annyi van, hogy kettő darab végállás kapcsolót lehet felcsavarozni, és akkor szépen beáll nullára, és ezt tartja. Tehát ez nagyon jól meg van csinálva. A fej az erős, és végre nem veszik el a fókusz állító segéd, mert hogy ide oldalra van bebigyeztve. Ez egy ilyen egyszerű lekattintós cucc. Azért meg lehet nézni. Nem, nem, egy, nem egy kis egység. Nyilván tele van hüttőbordával egyébként, azért e, súlya is van. És egy ilyen fecske farkas van. Táp, RSISZ, fókusz segéd, és az RSISZ belül brutkó. Borzalmasan van megoldva a állításnak a fixálása. Tehát két ilyen halálbén a csavart kell tekergetni, néha el sem érez, tehát tényleg gáz. Lóga vezeték, de legalább harisnyában van, tehát az tök jó. Viszont ami miatt egyébként nem egy rossz dolog, hogy ugyanúgy, mint a réginél, kapunk egy 3 vagy 3,5 colos érintőképernyős kijelzőt. Plusz meg működik SD kártyáról, illetve wi ről tehát ez már tudja a wi t nem tudom, a régi tudta -e, fogalmam sincs. Van hozzá applikáció, én ezeket nem szoktam használni. Tehát kisebb próbáltam egy teljesen más gyártótól származó, szerintem egyébként megegyezik a Zortúréval, vagy hát nagyon hasonló. És hát nyilván megy USB-ra. A kártyás megoldás az egy nagyon fontos dolog, mert hogyha valamit nagyon sokszor akarunk legyártani, és ki van kísérletezve, akár USB-n keresztül, akár wi keresztül, akkor igazándiból utána a G-kódot kimented, berakod, és fossa magából a, az ilyeneket, vagy akármi mást. Ja, meg ceruzát is csináltam, basszus, figyeld, ennyire lehet vele haladni, tehát nagyon gyorsan tud gravírozni, tehát ilyen 80-100 mm per szekkel igazából suhan az egész gép, bődületesen hangos, tehát a ventilátor az egy pillanatra sem áll meg, bekapcsolod és már egy 244-nek a, a, motorhangját hallod, fajék egyszerű, viszont uh, valahol pont ez a, ez a jó benne, és hogyha megnézik az á, megnézitek az árát, ez a hiszem ilyen gyenge 600 dollár, minden nélkül, tehát nincs méseitrács, nincs hozzá pumpa, az egy kicsit így megdobálja az árat, de én múltkor 9000 ért vettem Marketplace-en pumpát, és most uh, valamit arról használunk. Ha megnézed a többi gépet, az mind 1000 környékén van, és azért érdekes a dolog, mert igazából mondom, ez egy facelift, tehát plusz újdonságot annyit kapunk, hogy ha régiben nem volt wifi, akkor ebben most van. Kapunk egy bazierős fejet, nyilván a fölött is van már kategória, de ez a 20-24 watt azért ez valljuk be azért az 5 meg a 10-hez képest azért egy lényegesen nagyobb ugrás. Rá is néztem, hogy az 5,5 ,5 wattos az most 200 dollár, azt hiszem 400 valamennyi körül van a 10 wattos. Tehát ehhez képest egyébként lényegesen olcsóbb a arányaiban egyébként nem annyira vészes, tehát még így is 4 500 dollárral olcsóbb egyébként, mint egy, mint egy nívósabb, úgymond egy ilyen újabb modell, ugye, ami ilyen run and gun, tehát gyakorlatilag elveszik tőled a, barkácsolás örömét, hogy betekergesd a csavarokat. Egyébként tök könnyen karban tartható, tehát hogyha valakinek pont ez a félelme, hogy nem kap hozzá alkatrészt vagy valamit, hát ehhez aztán tényleg bődületesen egyszerű bármit rá applikálni, mert ugyanúgy nylon vannak, az cserélhető, és semmit nem állítottam rajta egyébként, tehát ö, semmilyen görgő beállításra nem volt szükség. Fél óra alatt össze tudod rakni, fél óra az egész. És mondom, működik, hangos a csipogás az borzalmas tehát nem tudod állítani. Ha, ha valami rányomsz az, az olyan hanggal megy hogy vége. 400x400-as de van hozzá kiegészítő kit amivel ki lehet cserélni a profilt és akkor meg le, duplájára lehet növelni az egyik irányt. Azért ez nem egy rossz dolog. Hogyha azt kérdezitek hogy vegyetek-e ilyen gépet meg lehet venni ha van rá elfekvő lóvé tehát ez a gyenge 600 dollár minden nélkül, ez működő működőképessé teszi az egész projektet. Ki tud termelni csomó mindent, tehát ezek, ez, figyelj, ez szerintem 20-25 perc alatt megvan gravírozással együtt. És elég mély a gravír, azt azért hozzá kell tennem. De lehet, hogy 30 perc volt. Azért ez elég masszív, tehát 10 mm-es anyag, meg egyébek. Kezelhetősége, Pff, pofon egyszerű, meg kell venni hozzá a lineburn vagy letölteni, akármi. Zétengeink az, az nincs, azt elhagyták, levegőt zabálja, de használható igazából, és mondom 400 dollár előnyöd van a, a többihez képest, nyilván van itt egy korlát a, a, a méretnek. Én kellemesen csalódtam benne, tehát akik kérdezték, hogy milyen, mondtam nekik, hogy bajban vagyok, mert egész egyszerűen nem tudom hova pozícionálni ezt a dolgot. A kínai hölgynek is mondtam, hogy szerintem eladhatatlan, de mindegy valahol örülök neki egyébként, hogy nem dobták ki a vázat, és nem az van, hogy jó, oké, lehúztuk róla a bőrt, stb. stb. Jó az, hogy nem került az egész fejlesztés a súdba. tehát nyilván erre majd előbb-utóbb meg fog érkezni a 40 meg az 50 wattos fej is, és akkor nagyon fogunk neki örülni, és el tudjuk felejteni azt, hogy igazából egy nagyon barkács felület van, mert ha a nejét nézitek, akkor ott azért már van lineáris ö, technológia, azért ott már vannak más dolgok, nyilván a kijelző és a, az egész kezelőfelület az, az ott mondjuk éppen nincs. Szegényem, amilyen béna egyébként annyira, annyira működőképes. Én szerintem 60 órát beletoltam most így hirtelen, és, és mondom, teljesen meg vagyok lepődve. Link a leírásban. Master Blaster. ああ。<music>